Sziasztok, drága barátaim! Bikóczi Ferenc vagyok. Újra itt vagyunk egy gyors villámtanításon, immár lendületesen, feltöltődve, teli energiával, ugyanis napokba fejeztem be a Barnaris tisztítókúrámat, amit tavaly először csináltam, akkor 7 kilót fogytam, most pedig 5 és felett. Újra úgy érzem, hogy teli van a testem energiával, tűzzel, lelkesedéssel, mert mint tudjuk, test, lélek, szellem. Ennek a három eszenciának a harmóniája, hogyha rendben van, akkor a vitális lény jól tud örülni, és tud teljesíteni is. Mai tanításom Stephen Covey-nak a zseniális hitelesség 4 kulcs eleméről fog szólni, ami a Bizalomsebesség könyvben található tanítás. Pont most olvasom, nagyon sok felismerésem van ezzel kapcsolatban, de én több képzésen is végigmentem a Franklin Covey képzéseken Magyarországon, és úgy tudom, hogy ők a piacvezetők a Dale Carnegie-val ezekbe a képzésekbe. De hogy mit is jelent számomra a bizalom, ugyanezt felteheted most, kérlek, saját magadba. Benned megbíznak az ügyfeleid? Benned megbízik a partnered, a kollégád, a ismerőseid, a barátaid? Én úgy gondolom, hogy valahol minden embert legbelül az értékei határoznak meg. Ahogy nevelkedtünk, amilyen környezetbe születtünk, amit így a környezetünkből, szüleinktől elsajátítottunk, és amit elfogadtunk igaznak, valósnak, aszerint éljük a mindennapjainkat. De nem biztos, hogy az értékeink helyesek. Hogy is tudjuk ezt megvizsgálni? Többek között rengeteg számos teszt van a könyvben is, és az interneten is ezzel kapcsolatban, tölts ki, és egy valós visszajelzést fogsz ezzel kapcsolatban kapni. Mondhatnám a saját példámot. Alap betyár becsületem mindig ott volt, mindig a helyén volt. De azért régen, mikor még nem voltam önfejlesztő, rengeteg sokszor mindenféle különböző trükköket alkalmaztam, amivel kimondottan a célomat akartam elérni. Most ezt megfordítva mindezt úgy teszem, hogy belülről, a belső lelkiismeretemmel összhangba legyen az, amit csinálok. Hadd szemléltessem az ábrán a példát. Tehát a két masszív beton pillére kell mondanom, és építenem a bizalomnak a alkotóelemeit, akkor azt mondanám, hogy igazi két tényezője a kompetencia és a jellem. Ezt nagyon jól tudjuk, a jellem az az attitűdöd. A kompetencia azok a képességeid, amik így össze vannak benned, akár menet közben, akár sejtszinten gyerekkorodba rakva. Kicsit menjünk bele mélyebben. Tehát első két lebontásba azt mondanám, a gyökérzet, amit a felszín alatt nem látni, az a jellemet, az a belső egyéniséget. És ami a felszín fölött van, az persze látni a kompetenciád, mire vagy képes, miben vagy erős, mik az eredményeid, azok kész tények. Azokat nem kell alátámasztani. Miért is indítunk a jellemmel? Talán úgy, ahogy a fának is, én azt gondolom az embernek is, legfontosabb értékei legbelül vannak. Lehet, hogy most úgy érzed, hogy vannak hiányosságaid, de ne csüggedj el. Ugyanúgy a jellemen és ugyanúgy, ahogy a kompetencián lehet változtatni. Mégpedig a jellem két részből áll, a szándékból és a tisztességből. A szándék Isten igazából mindig szívből indul. Mindig szívből indul, mert valójában a szándék az egyenlő a kitűzött céloddal. Mi az, amit szeretnél? De az a igazi belső késztetés, az a muníció, az a belső lendületvágy, amivel elindulsz, azzal a szándékkal, annak szívből kell, hogy jöjjön. Ha nem szívből jön, akkor előbb vagy utóbb az hosszú távon nem tudod fenntartani, és az a balanc lelepleződik. Tehát azt tanácsolom, hogy olyan tevékenységet folytass, és csinálj, amit Isten igazából szívből szeretsz. Akkor az a szándék is ott lesz mellette, mert nem kell hozzá plusz energia. A tisztesség. Tisztesség. Az, ahogyan a szüleink felneveltek, amit megtanítottak nekünk. Mi az, ami belefér értékrendünkben? Mi az, ami nem fér bele? És abból kifolyólag szemléljük, és azon a szemüvegen keresztül lássuk a világot. De valójában
Isten igazából a szüleink jól neveltek minket. Persze, minden tőlük telhetőt megtettek, hogy a legjobb férfit vagy a legjobb hölgyet faragják belőled, de lehet, hogy valahol az ő hitrendszerük szerint, ő paradigmáik szerint cselekedtek, tanítottak, neveltek téged, és nem biztos, hogy az hosszú távon jó útra visz téged, mert vannak benne esetleg hiányosságok. Ezt kérlek, vizsgáld meg magadba, és kérj valós visszajelzést a közvetlen környezetettől, főleg azoktól a barátaitól, ismerőseitől, akik szeretnének, hogy te fejlődjél. Nem beszélve arról, hogy ilyen áll visszajelzést adnak neked, hanem valós visszajelzést. Építő jelleggel. Most beszéltünk a gyökérzetről, most menjünk picit a fa termésére, a fa ágaira. Azt mondanám, hogy a kompetencia is ugyanúgy két tényezőn alapszik, a képességek és az eredmények. A képességeik valójában azok a készségek, amiket te rutinszerűen tudsz csinálni, és valahol az adottság, amit te hozol úgy sejtszinten a génekbe magaddal. Tehát az egy adott, benne van a szóba adottság. Az veled adott, azzal jöttél a napvilágra. Az az igazi isteni, amiben jó vagy, amiben tudsz teljesíteni. A másik pedig az eredmények. Hogy mit is értél el a múltban. Tehát valamit eléltél a múltban, vannak bizonyos referenciáid, akár az előző vállalkozásodban, vagy hogyha alkalmazott, vagy az előző munkáltatódnál, akkor ott meg tudod mondani, hogy mi azok eredmények, amiket elértél, és Isten igazából az adja meg neked a igazi hitelességedet. Minden egyes területre szükséged van. Van egy zseniális teszt, amit én is kitöltöttem, ahol különböző visszajelzést kapsz a különböző területeken. Ez azért fontos, hogy tisztában légy azzal, hogy mindaz, amit magadról gondolsz, és mindaz, ami ténylegesen valójában te vagy, az mennyire reális a te hitrendszered, a te igazi, valós, reális éneddel. Ezt kérlek, vizsgáld meg magadba. Én azt gondolom, hogy érdemes mind a négy területet fejleszteni, ami személy szerint engem érintett, és úgy érzem, hogy jó visszajelzést kaptam. Nekem volt egy 80%-os, és azt mondanám egy 70%-os hiányosságom, a többi 2-90-95% környékén landolt. Én úgy döntöttem, hogy azon a két területen elkezdek dolgozni, de abból is kiválasztok először is egyet, arra fogok fókuszálni. Folyamatosan bele fogom tenni azokat a alkotó elemeket, amik ebbe előre fognak engem vinni, sőt a mentoromtól, a mentorjaimtól, barátaimtól, csapattársaimtól mindig fogok kérni visszajelzést, hogy mennyit fejlődtem ezen területen. Ez nem azt jelenti, hogy ha most lehajtod ezt a kamerát, és kitöltöd a tesztet, és visszajönnek az eredmények, és holnaptól te már más ember leszel, nem. Ez napi szinten be kell építened a rutinjaidba, a szokásaidba, majd azzá kell válnod. Tehát mikor már azzá váltál, akkor fogod fizikai síkon is megtapasztalni. Először neked kell azzá válni, és ezért minden áldott nap tenned kell valamit. Minden áldott nap következetesen. Ez a legfontosabb. Tehát még egyszer, kompetencia jellem, nézd meg, hol van a hiányosságod, mind a kettőre szükség van. Mondok egy egyszerű példát, lehet, hogy ebből megérted. Van úgy, hogy valakinek nagyon jó a jelleme. Helyén vannak értékrendje, nagyon megbízható, őszinte, tényleg lojális ember, zseniális ember, és vannak gyerekeid, nagyon szívesen rábízod, mert tudod, hogy ő Isten igazából a lépnek se tudná ártani, annyira jó ember, megbízható. Viszont biztos vagyok benne, hogyha van a családtagodban, vagy a ismerőseid között olyan, aki esetleg valamilyen operációra van szüksége, akkor szerintem ő vele nem csináltattád meg a operációt, mert nincs neki meg a szükséges kompetenciája. Vagy mondhatnám azt, hogy a általános orvossal se végzünk agyműtétet, igaz? Igaz, hogy megvan a orvosi tudása, lehet akár rokonunk is az a illető, vagy nagyon jó ismerősünk, vagy akár a saját területén nagyon jó referenciákkal bíró személy, viszont ha nincs meg neki az agyműtéthez kellő éve tapasztalata, kompetenciája, akkor nem fogsz kés alá feküdni.
De lehet, hogy a kompetenciája megvan, de viszont a gyerekeidet meg nem bíznád rá. Hogy vigyázzon akár egy hétre a távollétedbe, még a pároddal nászúton vagy, vagy akár kirándulsz valahol. Nagyon fontos, dolgozz mind a kettőn, de négy közül válasz ki egyetlen egy olyan területet, ahol úgy érzed, hogy hiányosságod van. Kezdj el rutinszerűen, napi szinten építs be azokat az alkotóelemeket, majd egy hónap, két hónap, három hónap elteltével kérj visszajelzést. Mi az, amit jól csinálsz? Mi az, amit kevésbé jól csinálsz? És mi az, amin kezdjél el változtatni? Én már ennyit szerettem volna ebbe egy gyors kis villántanításba. Érzed az energiám? Érzed a tüzemet? Ahhoz képest, hogy 10 nappal ezelőtt, mikor méreganyagok mentek ki a szervezetemből, és kezdtem kicsit kifacsarva, mint a citrom, mint a kis lufi, aki szétduranik, most már újra vitálisan feltöltődve. Itt a tavasz, hogyha még nem kezdted el, csinál egy kis tisztítókúrát is, nézz utána neten, akár a mi blogjainkat is visszamenőleg megnézheted, és hogyha még nem iratkoztál fel a csatornánkra, akkor tényleg, kérlek, most tedd meg, itt a link alatt meg tudod találni, ahol el tudsz minket érni, és bármilyen segítséget, hogyha kérsz tőlünk, nagyon szívesen felvehessük veled a kapcsolatot. Itt vagyunk és segítünk. Ha tetszett ez a kis videó, kérlek küld tovább. Neked csak egy kattintás barátainak, ismerőseidnek, akár egy gondolat belőle is előbbre viheti az életét. Namaste.